Ez itt a Vakfolt Podcast. Megvan a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Frivalszky Mayer Péter. Az én nevem Huszár András. Ázsiai filmes évadunk, és elhagytuk Hongkongot a múlt héten, és átutazunk egy másik országba, Tajvanba, viszont maradunk ugyanannál a főszereplőnél, ugyanis Tony Leung velünk tart most már immár harmadik hete megszakítás nélkül. Igen, ez egy ilyen rögtönzött Tony Leung trilógia lett így azzal, hogy bejött egy plusz John Woo film, ami nem volt betervezve, amiben ő volt a főszereplő, és én még nem is tudtam, hogy a ma tárgyalt filmünknek is ő a főszereplő egészen addig, amíg múlt héten a Varga Feri nem említette a podcastben. Igen, úgyhogy nem ezért választottuk ezt a filmet, de tök jó, hogy így támadt egy ilyen meglepő folytonosság. Na de akkor azt hiszem, ezt a filmet végül is te ajánlottad a podcast évadjára, úgyhogy András, mutasd be nekünk, kérlek. Oké, ez magyar címét én nem találtam, az angol címe az, hogy A City of Sadness. A mafab.hu-n fent van a Szomorúságvárosa címében. Jó, hivatkozhatunk rá így. Ja. A Szomorúságvárosa, és ez egy tajvani rendezőnek, Ho Shao Xiannek hát ez egyik ilyen nagy nemzetközi áttörést hozó filmje 1989-ből. Nem ez az első filmje, tehát ő már egy jó ideje dolgozott a tajvani filmiparban, de... Magyarul azt mondja inkább Xiao Xian. Aha, lehet. Én így hallottam így a külföldi kiejtésben, de igen, a magyaros kiejtés az lehet, hogy máshogy hangzik. Fogalmam nincs igazából, sajnos. Ja. Minden esetre én őt onnan ismerem, hogy először a legutóbbi filmjét, a 2015-ös DSS-szint, megint csak angol címén láttam, mert az akkor elég sok ilyen évvégi külföldi toplistán ilyen előkelő helyen szerepelt, és egy ilyen nagyon látványos, különleges wuxiának tűnt. És akkor megnéztem azt a filmet, és nem értettem belőle szinte semmit. És teljesen nem az volt, mint amire számítottam, hanem egy ilyen elképesztően lassú és szinte megfejthetetlen művészfilm. Tényleg ilyen nagyon áthatolhatatlannak tűnt, nem csak a kulturális utalásai miatt, hanem maga a konkrét cselekmény is, úgyhogy így egy teljes ilyen értetlenséggel álltam fel a film elől. És legközelebb pedig akkor hallottam erről a rendezőről, amikor kijött a Holdfény, ugye Barry Jenkins filmje, mert hogy akkor előástam minden létező olyan interjút, amiben ő így leivatkozta azt, hogy kik ihlették ezt a filmet, meg úgy egyáltalán az ő munkásságát, és akkor ennek a rendezőnek a Three Times című filmjét említette meg, ami ugyanúgy egy ilyen három felvonásos a szerkezete, mint a Holdfénynek, tehát három különálló kis történetet mesél el ugyanazokkal a színészekkel. Azt megnéztem azt a filmet, akkor is az meg rettenetesen tetszett. Uh-huh. Úgyhogy ekkor kezdtem el úgy tapogatózni, még azóta megnéztem egy harmadik filmjét is, a Millennium Mambót, de mindenképpen aztán amikor beszéltünk erről az ázsiai évadról, akkor ki akartam szemelni még egy olyat, ami nekem se volt meg neked se, és akkor amikor utána néztem, akkor ezt a filmjét írták, mint egy ilyen meghatározó mesterművét, ami Belencében elnyerte az Aranyoroszlánt, és így szélesebb körben is így megismertette ezt a rendezőt a nemzetközi közönséggel. Már amennyire széles körű ismertségről beszéltünk szerintem ennél a rendezőnél, mert ő az idei évadunkban biztos, hogy ez egyik legobskurusabb név, de lehet, hogy így a Vakfolt egész történetét egybevéve is így a legkevésbé ismert rendezők közé tartozik. Már találtam róla egy darab magyar nyelvű blogbejegyzést, a kritikus tömegen 0 vélemény magyar filmről, az IMDb-n 12 vélemény van.
róla bármilyen nyelven. És ráadásul csak a YouTube-on sikerült megtalálnunk egy eléggé rossz minőségben, tehát nem, igazából nem tudom, hogy kiadták-e valaha ezt ennél jobb, mint én DVD vagy Blu-ray minőségben, de itt szerintem ez egy ilyen kb. Ilyen tévés változat lehetett. Vagy 360p-be van fel. Igen, tévéből. Mindenki kellően homályos. Igen. Ha esetleg van olyan hallgatónk, aki úgy nézi ezt, nagyon hallgatja az adást, hogy amúgy nem látta a filmet, de kíváncsi rá, akkor nem tudunk olyan megoldást javasolni, ami élvezhető minőségben megtekinthető. Igen. Az egyetlen szerencse, hogy legalább egy jó angol felirat volt hozzá. Tehát így legalább értettük, hogy mit mondanak a szereplők. Abszolút, kivéve amikor rosszul volt időzítve, és le kellett állítani, mert mindig tud olvasni, mert 4 sort tette bele egy táblába. Igen. De ezek már apróságok voltak. Szóval az biztos, hogy ez volt az egyik ilyen legrandomabb mélyfúrása ennek a mostani podcastnek, úgyhogy így fel is tenném a kérdést, Péter, hogy így megérte egy ilyen teljesen nem azt mondom, hogy ismeretlen, de obskurus filmet beválogatnunk. Egyáltalán te mit tudtál erről előzetesen? Tudtál-e bármit, vagy egy abszolút szűzen álltál hozzá? Szűzen álltam hozzá, igen. De úgy voltam vele, hogy a rendező nevét azt ismertem én is az általad emlegetett The Assassin című film miatt, és ez meg tényleg annak a filmének tűnt, ami talán a leginkább mesterműként értékelt. Az egyébként elég sok mesterművel tartott filmográfiájában. Uh-huh. És itt a történelmi háttere az hamar kiderült számomra, hogy ez egy történelmi korszakot feldolgozó film, és akkor úgy gondoltam, hogy igen, a Vakfoltban szoktunk olyan darabokkal foglalkozni, amelyek ilyen kontextuális szempontból rohadt fontosak. Uh-huh. Vagy nem is tudom, hogy mondjam. De hát így tehát nekünk ez a Vakfolt, az néha így tágabban értelmezzük, és nem csak azért Vakfolt egy film, mert már nagyon régóta meg akarjuk nézni, hanem arról is szó van, hogy így adjon már egy kulturális hátteret nekünk, egy kulturális közeget teremtsen számunkra egy olyan világról, amelyben amely nekünk alapba tenni egy vak volt. Igen. Tehát ilyenre már azért több példa volt szerintem a Vakfolt podcastban, hogy így néztünk meg egy filmet, és akkor ez végül is szerintem belefér ebbe a kategóriába, de amúgy sokat gondolkodtam rajta, hogy ezt most beválasztottam volna, hogyha amúgy tudom, hogy milliónyi olyan ázsiai film van, ami sokkal ismertebb, és ugyanúgy nem láttam. Ja, igen. De nem bánom, hogy megnéztem, mert nagyon sok mindenhez lehet kötni az évadunkban. Tehát így egy általános ilyen, nem tudom, párhuzamokat lehet felfedezni az én más alkotókkal, ami sokat számít. Uh-huh. Egy Tony Leung miatt is. Szóval nem érzem kidobott időnek. Megterhelő film és nehéz film, és kb. Kétszer kell megnézni ahhoz, hogy igazán meg tudja fogadni az ember. De nem érzem kidobott időnek, meg nem érzem azt, hogy nincs helye az évadunkban. Te hogy vagy vele? Én is hasonlóképpen vagyok, ez az eddigi hosszasen filmnézési élményeimnek így valahogy nem tudom a mértani közepén helyezkedik el, mert volt egy, amit imádtál, volt egy, amit utáltál, vagy nem értetted, hogy miért szeretnek, és akkor ez az, amit meg értékelt, de nem szeretsz. Nagyjából igen. Még nem is azt mondom az Assassin-re, hogy utáltam, hanem egyszerűen tényleg, vagy hogy nem ért, tehát nem is azt, hogy nem értettem, hogy miért nem szeretik, hanem konkrétan nem értettem azt a filmet. Tehát azt éreztem, hogy kulturális kontextus is rettenetesen sok hiányzik ahhoz, hogy értelmezni tudjam, és plusz, mintha a rendező szándékosan azon dolgozna, hogy minél inkább ilyen, nem tudom, fényvisszaverő felület legyen itt a film elé húzva, hogy így próbálok így átkukucskálni, vagy mint egy ilyen füstüveg lenne a film előtt, hogy így próbálok átkukucskálni rajta, hogy most kik ezek a szereplők, mit csinálnak, ki, mennyi időt ugrottunk most, vagy még mindig ugyanott tartunk, és szóval ez szerintem így abszolút csúcsra járatta az Assassin-ben. Itt a City of Sadness-ben azért egy fokkal jobban lehetett követni, tehát egy fokkal ilyen, nem tudom, hagyományosabb történetvezetést alkalmazott, de azért hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy mondjuk az első egy órában nem kellett volna nagyon
így kapaszkodnom azért, hogy így beazonosítsak szereplőket, viszonyokat. Több kritikában olvastam még, akiket a Wikipedia kiemel azokban is, hogy elliptikus történetmesélő a Hou Hsiao-hsien, és ez minden, vagy nagyon sok filmére jellemző. Igen. Ja, még ezt nem is mondtam el a film obszkórusságáról, hogy a Wikipédián, tehát így megvan jelölve a szócik, hogy hiányos. A cselekmény leírás is csak ilyen felét lefedi kb. Annak, ami történt a filmben. Egyébként igen, azt is felejtettem mondani, hogy a Wikipedia szócikke is így megvan jelölve, hogy ez hiányos. És a cselekmény leírás az kifejezi, mit tudom, a filmnek a felét fedi le kb. Aha. Az egyik ilyen leggyatrábban megírt filmes szócikk, amit az utóbbi időben találkoztam egyébként, de legalább így kritikákat kiemel többet is nevesebb kritikusoktól, akik a korban már jegyzettek voltak, amikor ez a film kijött, mikor így 89-es? 89, igen. És többségük az pont azt emeli ki, amit most te is mondtál, hogy ilyen elliptikus történetmesélő, kicsit komplexek a történetei, vagy hát ez a film ez kifejezetten, és hogy nem könnyíti meg a befogadását a Hou Hsiao-hsien történeteinek. Igen, nagyon-nagyon kevés információt árul el úgy, hogy így olyan információkat, amikre mondjuk szükségünk lenne, hogy így eligazodjunk a szereplői viszonyokban, vagy a magában a cselekményben. Tehát, hogy így tényleg legszélsőségesebb módon ő így ráhagyja a nézőre, hogy így megfejtse azt, hogy tényleg, hogy ki kicsoda, és hogy pontosan mi történik. Én meg szeretek úgy nekiülni filmeknek, amiket így beválogatunk, és amikor mondjuk előzetesen nem tudok sokat, csak azt, hogy fú, ez nagyon érdekel, hogy akkor direkt nem olvasok előre semmit hozzá, hanem akkor hagyom, hogy így ha már nem tudok róla sokat, akkor hagyom, hogy a film így maga tárulkozzon felelőttem, és ez itt lehet, hogy egy picit megbosszulta magát, mert már ha már csak egy mondjuk két soros szinopszist elolvasok, ami leírja azt, hogy itt van három testvér, és akkor az ő hármójuknak a története, meg az ő családjaik története a 1940-es évek második felének Tajvanjában, akkor már egy hangyányival közelebb kerülök ahhoz, hogy így élvezni tudjam mondjuk a film első felét, mert igen. A nyitójelenetnél én konkrétan azt hittem, hogy a nyitójelenet után, ami egy kisbabának a születése, én azt hittem, hogy utána ugrottunk egy időt, és annak a kisbabának a történetét fogjuk majd látni. Nem tudom, hogy ez miből gondoltam, de hogy próbáltam így ezeket a hiányokat így kitölteni azonnal, és aztán csak később jöttem rá, hogy ja nem, akit az elején láttunk az apaként, akkor az az egyik testvér, szóval... Ja, én itt így kb. Ott, ahol mondod, hogy azon a ponton a filmet fogtam és leállítottam, és akkor elolvastam a Wikipédián, hogy mi a szinopszis, hogy jobban megértsem. Igen, igen, igen. Pedig még néha mondjuk a film elején ki is ír egy ilyen történelmi adatot. Ott még az se igaz, amit az előbb elmondtam, hogy nem ad semmilyen információt, mert ott leírta, hogy akkor 1945-ben Japán, amikor kapitulál a második világháborúba, akkor ezzel a tajvani több évtizedes megszállás is véget ér, és Tajvan visszakerül Kínához. Tehát, hogy így ad ilyen történelmit fogódzókat ilyen egy-két mondatban, de úgy tűnik, hogy ez se volt elég ahhoz, hogy így tudjam követni az eseményeket. Úgyhogy tényleg kb. Az volt az egyetlen, ami így megvolt, hogy na igen, ő Tony Leung, jó, akkor legalább egy valami megvan. Hát igen, nagyjából igen. De azért foglaljuk már össze a cselekményt, hát ha más is kedvet kap ahhoz, hogy megkeresse ezt a filmet, ha máshol nem, akkor a YouTube-on. Hát szeret foglalni a cselekményt egyáltalán valahogyan? Mindegy, a történelmi kontextust ezt biztos el tudjuk mondani. Igen, tehát ugye, mint mondtuk, Tajvanon játszódik, 1945 és kb. 49 között. Ez az az időszak, amikor véget ér a már említett japán megszállás. Ugye Tajvan az japán fennhatósága alá tartozott. 1910 valamennyitől, és utána pedig ugye nem önállósodott, nem független lett, hanem visszakerült Kínához, ahova, ha jól tudom, ezzel a japán megszállás előtt tartozott, és akkor gyakorlatilag ez annak a pár évnek a története, amikor a Kínában akkor regnáló Kuomintang gyakorlatilag megszilárdította Tajvanon a hatalmát, ami különböző tüntetéseknek és felkeréseknek a véres leverésével és megtorlásával is járt, tehát ez egy ilyen terror időszaka Tajvannak, és aztán igen, azért...
ezt úgy nevezték, hogy fehér terror, és ez a 1949-től tartó időszaknak a legelején járunk ebben a filmben, vagy ennek a kitörését látjuk inkább. Úgy igen, mondom. Ott a 49 az egy azért ilyen fontos dátum, mert az az, amikor ahogy a filmben nevezik, ez a mainland, tehát hát ugye a kínai kontinentális Kína. A kontinentális Kína, akkor 49-ben történik meg a hatalomváltás, amikor a Mao átveszi a hatalmat, a kommunisták átveszik a hatalmat, elüldözik a Chiang Kai-sheknek ezt a Kuomintang nevű berendezkedését. És kormányát, akkor, igen. Kormányát, igen, és akkor ők gyakorlatilag Taiwanra menekülnek kvázi, és ott rendezkednek be. Tehát, hogy ez ennek az átmeneti időszaknak az idején játszódik, amikor még Kínához tartozik, tehát még ugyanazok a vezetői Taiwannak is, mint Kínának, és körülbelül ott ér véget, amikor ez a végleges, amikor Kínából elüldözik a Kuomintangot. Én legalábbis valahogy így emlékszem, tehát ezeket az éveket öleli fel, és akkor ezen belül pedig egy családnak a története, illetve a családhoz tartozó milyen egyéb barátok, ismerősök története, és ebben a családban elsősorban három testvért ismerünk meg. Itt még annyit elmondok, hogy a filmben a film arról is híres, hogy ábrázolja a február 28-ai események néven elhíresült mészárlást, ahol a Kuomintang emberei több ezreket megöltek Taiwanon. Igen, igen, ez így van. A film nem Taipeiben játszódik, a Taiwan fővárosában, hanem attól nem messze egy kis vidéki falucskában, vagy városkában. Ott él ez a család, akinek a három testvér tagját követjük. Volt egy negyedik testvér is, ő a Fülöp-szigeteken eltűnt. Az egyik testvér háborúból tér haza, és így eléggé így mentálisan így megrokkanva, aztán ilyen bűnözői létre adja a fejét, akkor a legidősebb testvér ő egy ilyen fogadót üzemeltet, és ugyanúgy egy a fekete piaccal, meg a helyi maffiával van kapcsolatban, és akkor az egyik talán legfiatalabb testvér, akit a Tony Leung játszik, ő pedig egy süket néma fényképész, vagy fotográfus. Uh-huh. Tehát ők a főszereplői igazából a filmnek, illetve a feleségeik, barátnőik, egyéb hozzátartozóik, rajtuk keresztül még így tényleg mások is bekapcsolódnak a történetbe. Vannak japán szereplői a filmnek, vannak taiwani, vannak kínai szereplői, és több nyelven is beszélnek, tehát vannak olyan jelenetek, ahol többszörösen tolmácsolni kell mondjuk a három nemzet, vagy a három nyelv képviselői között. Szóval még ez is megbonyolítja a megértést itt számunkra, mert mondjuk így a kínai meg a japán nyelvet így meg tudom különböztetni, de mondjuk a taiwanival már gondjaim vannak, hogy most akkor azon beszélnek-e éppen. És, és akkor igazából az ennek a családnak hát tulajdonképpen a széthullását ábrázolja. Az ő veszteségeiket, azt, hogy az általad is említett véres események, megtorlások, bebörtönzések, üldöztetések folyamán gyakorlatilag fizikailag és vagy lelkileg is hogyan semmisülnek meg ezek a férfiak, ez a három testvér, akit megismerünk, és hogyan megy tönkre az életük, meg a családjuk is ebben a korszakban. Úgyhogy igazából ilyen szempontból, én történeti szempontból végül is nem nehéz így kötődni ehhez a sztorihoz, mert azért ugye a mi történelmünk is bőven szolgáltat olyan példákat, ami hasonló diktatúrák vagy elnyomások alatt tönkrement családokról szól, nem? Ja. Ezen kívül pedig a filmnek az elkészülése 1989-ben azért is érdekes, mert szerintem ez is egybecseng egy kicsit így a magyar történelemben egy fordulóponttal, és itt is az a jellemző, hogy ez a rendező, a Hou Hsiao-hsien előtte nem forgathatta volna le ezt a filmet, tehát itt történt egy ilyen politikai váltás, aminek köszönhetően egyáltalán lehetőségük nyílt ilyen történelmi témákat feldolgozni. De még elvileg ekkor is tabunak számított ez az általad említett vérengzés, és még legalább egy 10 évig ezt követően sem nagyon beszéltek róla az emberek. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon mindenki által ismert, viszont
viszont egy nagyon elfojtott történelmi traumát ábrázolt először filmen. Érdekes módon úgy, hogy magát ezt az esemény nem is ábrázolja, csak így a következményeit meg a hatásait ezekre a szereplőkre. Tehát képen kívül történik meg ennek a tüntetésnek a véres leverése, meg a mészárlások, de igen. Ezért több kritika is érte a filmet, de az biztos, hogy nagy eleve már az egy nagyon nagy fegyvertény volt, vagy egy nagyon komoly mérföldkő, hogy bárki egyáltalán nyíltan mert foglalkozni azzal, hogy ez megtörtént, és hogy milyen hatásai voltak. Igen, itt az volt a nagy történelmi, vagy politikai változás, hogy a Tajvannak az elnöki székében egy Ching Kuo nevű fickó ült, uh-huh. És 1988-ban hunyt el, és az ő halálával ért véget egy katonai, mi a fene, hogy hívják ezt magyarul, ez ingyen szemlélt, a martial law. Ez ja, igen, a nem vesztegzár, de most hirtelen nekem sőt eszembe ez a szó. Hadi állapot, vagy mi ja, a fene. Igen. Na, és akkor utána vált lehetővé, utána már tehát még mindig tabunak számított így a közbeszédben, de már filmre lehetett vinni a témát. És akkor még annyit akarok itt hozzátenni, hogy ez a rendező, ez honnan jön, ugye, ehhez a filmhez. Itt ő mellette meg lehet még említeni az Edward Yang-et, mint talán az egyik ilyen legismertebb tajvani korabeli film rendezőt. Igen. És akkor ő meg a Hou Xiao Xian, illetve meg itt azt hiszem a Chai Ming Liangot lehet mondani, vagy Tsai, nem tudom, akik ilyen tajvani új hullám rendezők voltak, meg a tajvani filmkészítésnek a pionírjai. És akkor ők így már ekkor több éve filmeztek, csak ez volt az első ilyen nemzetközi sikereket is elérő, meg történelmi témát is boncolgató film, amelyet aztán egyébként a rendező esetében, tehát a Hou Xiao Xiannél még két másik is követett, két másik történelmi témájú film, és akkor ezek ilyen kvázi trilógiát alkotnak az ő filmográfiájában. Uh-huh. Ez az első. Igen, tök érdekes egyébként a Hou-nak az élete meg a karrierje, mert hogy ő nem tajvani születésű, Kínában született, mármint a kontinentális Kínában, és a családjával az ő gyerekkorában vagy kiskorában menekültek Tajvanra, és aztán ott nőtt fel, de hogy ez nagyon érdekes, hogy egy ilyen traumatikus tajvani eseményt egy nem őshonos rendező is feldolgozta. A korábbi filmjei, volt még egy filmtrilógiája, egy ilyen kvázi önéletrajzi ihletésű felnővés történet, az inkább ebből az expat, tehát ilyen számkivetett, vagy... Hát az azért túlzás az expertre használni, igen. Csak ez a... Hát nem, ezt magyarul is így szoktuk, hogy igen. Látok között, de igen. Hát ez aki nem otthon lakik, ez a kivándorolt. Kivándorolt kínai gyerek és családnak a ilyen beilleszkedési történeteit mesélte el, és azután jött egy ilyen tajvani szemszögből ábrázolt film, ami szerintem tök érdekes. Uh-huh. Illetve még amit meg akarok vele kapcsolatban említeni, hogy a hongkongi rendezőknél említettük, hogy ott több amerikai rendező, például a Quentin Tarantino is sokat tett azért, hogy népszerűsítsék és hírül vigyék ezeket a filmeket a nemzetközi nagy közönség számára. És a Hou esetén pedig egy francia rendező volt az, aki gyakorlatilag kvázi egy személyben megismertette mondjuk az európai nézőket és kritikusokat és filmes szakmát a Hou Xiao Xiannek a filmművészetével, ez az Olivier Assayas. Nem mondod. A 90-es évek közepén, azt hiszem, 90-es években ő ilyen nagy ázsiai filmmániás volt, rengeteget foglalkozott vele, és ő akkor még a Cahiers du Cinéma-ba írt filmkritikákat, újságíróként kezdte, és ott cikkezett sokat távol-keleti filmekről, többek között a Hou-nak a filmjeiről, illetve egy dokumentumfilmet is rendezett, amiben így együtt utazgat Tajvanban a Hou Xiao Xiannal, és közben így beszélget a filmjeiről.
Most, amikor kim voltam a berlini filmfesztiválon még évelején, akkor beültem a Olivia Sayasnak és a Claire Denis-nek egy ilyen beszélgetésére, és ott szóba került az, hogy a Claire Denis ott így megköszönte így az a Sayasnak, azt pontosabban így kiemelte, hogy így tényleg a francia rendezők, kritikusok, filmesek nem ismerték volna meg ezeket a rendezőket, például az Edward Youngot vagy a Hou Hsiao-hsient, hogyha nem tűzi a zászlajára az Olivia Sayas azt, hogy itt vannak ilyen mesterművek, amiket nem ismer senki, és akkor ő behozza, meg ír róluk, meg nyomatja a filmes szaklapokba. Szóval, hogy ez valószínűleg nagyon sokat segített azért, hogy így a művészfilmes szakmában megismerjék ezeknek a rendezőknek a nevét. Ez azért érdekes, mert ha jól tudom, akkor Young, meg talán a Hou Hsiao-hsien is, francia, tehát külföldön tanultak és francia filmes sulikban tanultak, de az biztos, ha ez nem is igaz így pontosan, akkor az biztos, hogy a francia új hullám inspirálta őket nagyban. Uh-huh. Tehát én láttam interjút a Hou-val, ahol többen kérdezgetik a Truffaut-ról, meg a Godard-ról is, és hogy így szereti a jump cut-okat, mint ahogy a Godard. De ebben a filmben ezt annyira nem értem tetten, de el tudom képzelni, hogy más filmjeiben jobban kihasználta ezeket a filmnyelvi elemeket. Az is érdekes, hogy így összehasonlítva mondjuk a hongkongi blokkunkkal, hogy kvázi egy időben mennyire teljesen más utat követett ez a két ilyen új hullám, vagy ez a két friss rendező, és ilyen friss rendezőknek a egy ilyen generációja, hogy ugye a Hongkongban 80-as években, ahogy a Bostri Feri is mesélte nekünk, így teljes egészében rámentek arra, hogy nagyon közönségbarát filmeket készítsenek, akár vígjáték, akár akciófilm, akár busia, tehát direkt olyan közönségfilmeket gyártottak, amik így az amerikai blockbusterekkel vették fel a versenyt, és itt Taiwan meg mintha nem tudom erre válaszul, vagy nem tudom, hogy mennyire volt erre válasz, és mennyire csak a saját történelmi kontextusból gyűrűzött ez ki, de hogy ezek a taiwani rendezők, akikről beszélünk, és még Ang Lee is, aki már egy következő nemzedékhez tartozik, de ők mind inkább ilyen nagyon emberi, naturalista, realista, ugye történelmi valóságba beágyazott művészfilmeket készítettek, családtörténeteket, tehát hogy még az egyik oldalon van egy nagyon erőteljes ilyen közönségfilmes vonal, és mondjuk ott egy ilyen kivételnek számít a Wong Kar-wai, addig itt Taiwanon pedig kifejezetten ezt a fajta ilyen, nem tudom, neorealista filmkészítést követi mondjuk az Edward Young is, meg a Hou Hsiao-hsien is. Szóval érdekes, hogy ezek kettő így párhuzamosan fut, és mintha így ugye két különböző igényt elégítenének ki, de valószínűleg kevésbé arról szólt, hogy a taiwani rendezők megnézték a hongkongi filmeket, és akkor na, ezzel nem veszük fel a versenyt, inkább ilyet csinálunk, hanem inkább arról lehet szó, hogy ezek a témák jobban motiválták azokat a rendezőket, akik itt kinőtték magukat. Ja, tök érdekes, igen. Akihez még mindenképpen muszáj kötnünk, ha már így emlegetted a Vakfoltnak az évadján felszedett tudásunkat, az Ozu, szerintem. Ez a film, ez tiszta Ozu. Igen, ami tök érdekes, mert hogy a Hou azt mondta, hogy ő nagyon sokáig nem látta az Ozunak a filmjeit. Nem tudom, hogy ez 1989-ben is igaz volt-e, erre nem találtam információt, de hogy azt mondta, hogy igen, mindenki az Ozu filmjével hasonlítja össze, de hogy viszonylag későn ismerkedett meg az ő filmművészetével, tehát egy későbbi filmje, a Café Lumière, az egy az egyben egy Ozu omázs, vagy Ozu előtti tisztelgés, de az már szándékosan, tehát hogy addigra már biztos, hogy ténylegesen nézett Ozu filmeket, és akkor azt mondom, hogy jó, megcsinálom a saját Ozu filmemet, de elméletileg ez a City of Sadness erre azt mondta, hogy ez még nem az Ozu filmekből táplálkozik, hanem ugye inkább a kínai melodrámákból és a kínai filmeknek a sajátosságaiból, vagy a már emlegetett ilyen európai művész filmekből, pedig tényleg szerintem annyira nem tudom, egyértelműek a párhuzamok még akkor is, hogyha nem szándékosak. Ja. Még ezek akkor, ez kicsit beszéljünk erről, kezdjük ezzel. Oké, jó.
ugyanúgy szereti ezeket a statikus beállításokat. Igen, nagyon-nagyon hosszúak ezek a snittek. Hosszú snittekből áll, keveset mozgatja a kamerát, gyakran leteszi a földre, vagy ugye a föld padló köré, arra a szintre, és nagyon-nagyon-nagyon szereti ezeket a folyosók és ajtónyílásokból ábrázolt házbelsőket felvenni. Tehát ugye a szereplőik sokszor ilyen ajtók mögött állnak, folyosókon így egymás mögött, lakásbelsőkben úgy vannak elrendezve, mint ahogy az Ozu használta ezeket a házbelsőket. Nekem ez tűnt fel így először. Igen, ez a keret a keretben típusú képkeretezés, hogy a ablakon keresztül, vagy ajtón keresztül látjuk, ahogy mondod, és akkor ez egy ilyen plusz egy keretet biztosít a kép számára. Igen, és vagy ami ilyen különbség, hogy az ugye nagyon sokat használta a párbeszédekbe azt, hogy a szereplők mindig belenéznek a kamerába, és akkor ugye egyiket mutatja, meg a másikat mutatja egymás után, ugye ez a shot reverse shot csak nem a vál fölül, vál mögül, hanem így bele a kamerába, és erről beszéltünk a tokiói történetes adásunkban, hogy ezt hogyan csinálta az Ozu. És a Ho pedig sokkal jobban szereti a túlsatokat, vagy az olyan snitteket, ahol sok ember van egyszerre. Tényleg, és szerintem tök izgalmasan rendezi ezeket a szereplőket, hogy így mondjuk amikor egy asztal köré beültet 8-10 embert, akkor még ha nem is tudod, hogy pontosan ki kicsoda, akkor is így a hierarchiát meg a viszonyokat megpróbálja valahogy így feltérképezni velük. Abszolút, igen. És leginkább ez az, ami szerintem egyedi a Ho-nak a stílusában, ezek a borzasztó hosszú dinamikus párbeszédes jelenetek, mert sokszor ezek ilyen mozgással is járnak, tehát nem csak ülnek egymással szemben a szereplők, és akkor beszélnek perceken keresztül, mint az Ozunál, hanem sok a helyváltoztatás, meg azért a mozgás, amennyire limitáltan, de a kamerán belül, és az is extra szerintem nála, vagy az is egy különleges jellemzője az ő képeinek, hogy sok rétegből állnak azon kívül is, hogy a kereten belüli keretet meg szerkeszti az Ozu, a Ho. Uh-huh. És így az előtérben beszél egy asztalnál 4-5 szereplő, de a háttérben még egy csomó minden történik, amik szintén fókuszban vannak, vagy jól látszódnak legalábbis. Igen, tőle még filmünk jutott eszembe erről, meg viszont régen láttuk az Aferim, az a román film, annak is ilyen olyan tablószerű képei voltak, ahol így arra emlékszem nagyon tisztán, hogy így tényleg az előtérben, háttérben is folyamatosan itt történnek dolgok, és figyelni kell a kép mélységére is, és ugyanígy nagyon sok ilyen statikus felvétellel dolgozott, az ugye jóval későbbi román film. Igen, tök jó. Arra is igaz ez a fajta neorealizmus, tehát azért ezek ilyen neorealizmusra összekapcsolódó dolgok lehetnek. Igen, ezek egy pár beszédben vannak egymással ezek a filmek. És amit még olvastam, azt majd szintén a Vagfolt podcasthoz kapcsolódik, de majd a jövőbeli adásaink egyikéhez, úgyhogy nem tudom megerősíteni, csak azt olvastam, hogy hasonlít a Apichatong Vira Setakulnak a rendezésére is, amit Ho csinál. Igen, Bumi Nagybácsi című filmje. Büszke vagyok arra, meg te is büszke lehetsz arra, hogy a nevét ki tudtad mondani, most már a hosszú filmcím az majd egy következő adásból annak, hogy nekivághatsz. Értünk, leghosszabb adásra lesz, és csak a rendező nevét, és a filmcímet mondjuk el benne majd. Így van. Na szóval ez a rendező az, akinek a filmjeihez még hasonlították a Ho-t, hogy mindketten ilyen non-lineáris időkezelést használnak, meg realisták ilyen érzelmi értelemben, meg társadalmi értelemben egyaránt. Ezt a Redditen olvastam. Aha. És erre a filmére talán kevésbé jellemző Ho-nak, de hogy amit láttam a másik filmjeiből, az, hogy nagyon gazdag színpalettával dolgozik ő is általában. Igen, itt elgondolkoztam azért azon, hogyha ezt remasterelnék, ezt a filmet, vagyis ezt felújítanák, és kiadnák rendes Blu-ray-en, akkor valószínűleg jobban előugranának, hogy azért ebbe is a színválasztás az azért szerintem eléggé erőteljes, legalábbis egy-egy olyan felvétel, vagy egy olyan snittet megfigyeltem,
talán pont a legidősebb testvérnek a vendéglőjében vannak olyan ablak, ilyen színes ablaküvegek, amiken ilyen különböző színekkel süt be a fény, és ugye ezen a ócska minőségű YouTube-os felvételen vagy verzióban ezek mindén nagyon tompán hatnak, úgyhogy inkább csak úgy mögé képzeltem, hogy ez vajon milyen lenne rendes jó minőségű képbetítésen, vagy képen. Yeah. Mert amúgy yeah. igen, azok a többi filmi, amit láttam ott az Assassin-ben is, de a Three Times-ban is azért nagyon erőteljes a képi világa, tehát tényleg a színválasztásai azok ilyen nagyon emlékezetesek. A Millennium Mambo-ban így a neonfényekkel játszik rengeteget, ez ugye egy modern történet, modern korban játszódó ilyen fiatalokról, ilyen kiüresedett fiatalok szerelmi története, és ott már a nyitó jelenetben is egy ilyen, nem tudom, talán metró alagútba így vonul a főszereplő, és akkor ott ilyen villódzó neonfényekkel játszik. Tehát, hogy nagyon erős a vizualitása, ez valóban ebben a filmben kevésbé szembetűnő talán. Igen. Szerintem is azért ennek jóval visszafogottabb a színkezelése, attól függetlenül, hogy amúgy tényleg nem jó minőséggel, amit láttunk belőle. Ami még nekem érdekesnek tűnt, itt összekapcsolom azt, hogy a képeiben ilyen rétegzetten helyezi le szereplőket, és csomó esemény történik egyszerre sokszor a képnek a különböző rétegeiben. Uh-huh. Ezt azzal kötöm össze, hogy a történet, amit elmond, abban a szereplők azok tulajdonképpen másodlagosak szerintem. Tehát bepillantunk az életüknek egy szakaszába, és van egy bizonyos íve ezeknek a karaktereknek, uh-huh. de nem igazán a karakterek maguk, és nem az ő velük való emocionális kapcsolódás itt a célja vele a rendezőnek, meg nem az, hogy megszerettesse a protagonistáit a nézővel, még nem szurkolunk nekik, vagy ezek a hagyományos értelemben vett ilyen történetmesélési dolgok nem érdeklik a hót, hanem ahogy itt mondtam az elején is, itt több kritikus által elliptikusnak emlegetett történetmesélés révén, itt egyfajta ilyen párhuzamot alkot szerintem a szereplői, tehát a család tagok, meg a városbeli potentátok, tehát itt az alvilági figurák és a polgármester egyaránt uh-huh. játszik, és a nagy politika között. Tehát szerintem ez egy ilyen több rétegű metafora akar lenni. Igen, ebben abszolút van valami, és ez így meg is magyarázza azt, hogy tényleg ez a szereplőkhöz miért ilyen nehéz közel kerülni, mert nem mondom azt, hogy nem foglalkozik velük ilyen karakter szinten, meg nem ábrázolja így az ő lelki folyamataikat, de már csak a kamera kezelés miatt is van egy olyan általános távolságtartás. Igen, pontosan ez is egy nagyon fontos szerintem ebben az eszközben, ebben az értelmezésben, hogy mindig távolabb helyezi a kamerát, hogy egy szobával kintebb, vagy egy ajtón kívülre, pont ez az egész keretes szerkezet, hogy keretebben rakja a kereteket, hogy eltávolítja is, csak megfigyeli ezeket a szereplőket. Igen, igen. Nem is nagyon emlékszem, hogy van-e a filmben mondjuk közeli, olyan igazán az a fajta közel, amit megszoktunk, hogy így tényleg egy szereplő arca így betölti a képet. Szerintem még amikor úgy viszonylag közel megy hozzájuk, akkor is így, nem tudom, deréktól fölfelé az a legközelebbi. Igen. És sokkal gyakrabban alkalmazza azt, hogy mondjuk a szoba egyik sarkába beteszi a kamerát, és akkor onnan a szoba közepén van mondjuk az egyik szereplő, a hátterében meg a felesége, és akkor innen indul el a beszélgetés köztük, és megint csak sokkal nehezebb így úgymond közel kerülni ezekhez a figurákhoz, bár szóval érdekes, mert hogy én úgy átéreztem valamennyire a tragédiájukat, meg úgy megérintett, de nem mondanám azt, hogy tényleg úgy mondjuk a letaglózott volna, pedig eléggé súlyos tragédiákon, meg veszteségeken mennek keresztül. Vannak olyan főszereplők, akik meghalnak a film végére, van olyan, aki gyakorlatilag mentálisan megrokkan, van, akiről soha nem tudjuk meg, hogy mi lett a sorsa, csak sejthetjük, és úgy van egy ilyen általános, nagyon nyomasztó és szomorú hangvétele ennek a filmnek, de valahogy nem éreztem azt, hogy tényleg így mondjuk egy beszippantott volna ez a fajta nyomasztás. Igen, igen. Tudom, hogy nálad hogyan csapódott le így mondjuk érzelmi szinten a film. Igen, ez egy ilyen
kritikusok kedvenc filmje. Direkt ezt a fajta ilyen pejoratív vizét használom, hogy ez egy intellektuális élmény inkább szerintem, és ez tipikusan az a film, amit így nehéz befogadni, meg talán nehéz valószínűleg így sokoknak elviselni, és ez tényleg kell egy erőteljes investíció, hogy így meg akard nézni, és meg akard érteni az összes képét. Igen, és hogy akar így ezekkel a szereplőkkel együtt menni ezen az úton. Ja, de van egy fantasztikus kritikus, nem szoktunk róla beszélni, de a Letterboxdon egyébként lehet követni, mert valamilyen kedves user megosztja a kritikáit, ez a Dave Kerr, aki a Chicago Tribune-ba írt a 90-es években is, vagy 80-as, 90-es években is, tényleg fantasztikus, ahogy fogalmaz. És a Not Dave Kerr, az fenn van a Letterboxdon, ha valaki kíváncsi rá, de a Chicago Tribune oldalán is még el lehet olvasni a kritikái egy részét, és szerintem tényleg nagyon éles látású kritikusról van szó. Itt próbálok kiemelni részeket, tehát az egész kritikáját a kettes is fel lehetne olvasni. Itt a politikát, ezt a dupla metaforán keresztül reflektálja, ezt már kb. Idézem, kicsit parafrazálom a Dave Kerr-t. Dupla metaforán keresztül reflektálja a film a gangsterségen, meg a családon keresztül, amelyet aztán tovább eltávolít az, hogy úgy dönt, hogy narráltatja a filmjét egy nővérnek a naplóbejegyzéseink keresztül. Tényleg. Aki a fiatal testvérnek lesz a mennyasszonya a film során. Továbbá még itt tesz egy ilyen párhuzamot, amit szintén észre lehet venni a filmben, szerintem kevésbé éles szemű nézőként is, hogy gyakran él ilyen néma filmes eszközökkel. Ugye már emlegetted, hogy a Tony Leung egy némát játszik a filmben, a néma testvért játsza. Aminek van egyébként egy olyan gyakorlati oka is, hogy nem tud tajvaniul. Igen. De ezt akkor beleértek a filmbe, úgyhogy meg se kell szólalnia. Igen. És akkor ez így részévé vált igazából a textnek, meg a subtextnek is ügyesen. És szerintem ez így jól ábrázolja az ő némasága a tajvani hatalomnak az ilyen kíméletlenségét? Kíméletlenségét, igen, tökéletes, hogy lehet szót emelni ellene, meg nem érdekli a kisebbségeknek a sorsa egyaránt. És ezt úgy helyezi kontextusba ügyesen itt Dave Kerr, hogy azt mondja, hogy a filmben ugye a Tony Leung-nak néha a dialógusait úgy viszi vászonra Howe, hogy amikor leír valamit egy papírra, egy üzenetet Tony Leung, akkor azt kirakja egy sötét képernyőre a szöveget, és csak azt kell elolvasnunk. Mint a néma filmben, amikor beszélnek a szereplők, akkor egy ilyen inserttel megáll a film, és egy fél percig azt nézzük, hogy mit mondtak. És ezek az insertek, ezek ugyanígy vannak itt is megvalósítva, és akkor azt mondja itt a Dave Kerr, hogy ezt egy ilyen néma filmes párhuzamként alkalmazza a Howe. Ben Ching, az a néma filmnek a nagykövetévé válik a filmben, ezeken a jegyzeteken keresztül kommunikál csak a nézőkkel, ilyen intertitle-ként, és hogy ez Howe-nak az álláspontját jelzi a világban, a filmes világban, amelyben a film a káoszos világ, vagy a kaotikus világnak a morális centrumaként szolgál, mint egy ilyen egységesítő eszköz, egységesítő forma. Wow. És ezt még úgy is kontextualizálja itt a Dave Kerr, hogy az elmúlt 40 évben a mainstream amerikai, vagy hát nyugati filmes világban ugye a method acting által inspirált ilyen belsőséges, intim, pszichológiai megközelítés volt az irányadó és a meghatározó filmes filmnyelvi forma, és akkor a Howe-nál meg ezek az externalitások válnak az uralkodóvá, nem pedig a belső harca a karaktereknek, meg a belső vívódása és a jelenfejlődésük. Csaját, hogy az emóciót és az ötletet, vagy a gondolatot direktben próbálná filmre vinni, és ezzel Dave Kerr zárójelbe teszi, ezzel elkerülhetetlenül torzítva, vagy
olcsóbbá téve azt, megpróbálja inkább ennek a távoli hatásait, az utolsó kis hullámait filmre vinni, amelyeket egyes gesztusok, meg egymásra vetett pillantások jelentenek. Hát igen, nagyon szépen fogalmazná. Igen, ez mindig egy érdekes dilemma, tehát az, hogy ilyen traumákat, mármint történelmi vagy személyes traumákat és kríziseket, azokat hogyan ábrázoljon egy rendező, hogy igen, az egyik kritika, ami sok filmet érhet, hogy mondjuk így odatolakodik ilyen direkt filmes eszközökkel. Igen, amikor már tényleg tudja olcsóbbítani vagy gyengíteni az érzelmi hatást, amikor ez már visszaélés a nézőnek az ilyen reflexeivel, nem? Igen. Ez a fajta ilyen melodramatikus, nem is tudom miket, ez a pátoszos kamerakezelés. Igen, igen, vagy zene használat akár, és ja, akkor ennek mondjuk így tényleg a szöges ellentéte tud lenni, amikor valaki így teljes egészében visszaveszi ezeket az eszközöket, és mondjuk egyáltalán nem használ zenét, vagy alig mozgatja a kamerát, és nem is nagyon akar a szereplőknek a lelkébe belemenni. Egyszer egy rendezővel beszélgettem, aki pont egy olyan témát, egy ilyen nemi erőszakkal és abúzussal kapcsolatos témát dolgozott fel a filmjében, és ő nagyon határozottan amellett érvelt, hogy nem szabad ilyen témában ilyen hatásvadász olcsó eszközöket alkalmazni, és sőt, a pszichológia, tehát kifejezetten azt mondja, hogy a pszichológizáló eszközöket, tehát az ilyen lélektani, nem tudom, ábrázolásokat is hagyni kell a francba, és hogy távolságtartó, már ilyen hideg szemtelenséggel fölvéve csupán ábrázolni ezeket a folyamatokat, vagy ezeket az eseményeket, anélkül, hogy így mondjuk így a szereplőknek az érzelmeit, vagy a motivációit meg akarná fejteni. És azért azóta is sokat gondolkozom, hogy hol lehet itt a határ abban, hogy tényleg teljesen kívül maradjunk mondjuk a szereplőkön annak érdekében, hogy ezeket a mondjuk ilyen traumatikus eseményeket ábrázolva lássuk, vagy mikor megengedett, mert azért rengeteg olyan filmet ismerünk és szeretünk, ami meg kifejezetten foglalkozik ezeknek a lélektani pszichológiai betületeivel, csak azoknál meg úgy érezzük, hogy ez nem egy ilyen bájkálás, hanem egy elemzés. Igen, emlékszel, ugyanezt a megfigyelést tettük a Románok hullámnál, csak nem az Aferim, hanem a 4 hónap, 3 hét, meg a 2 nap. Tényleg. Kapcsán. És ott is erőszakot ábrázol a film, meg erőszakos cselekedeteket, meg emberi tragédiákat, és teljes hideg távolságtartással, tárgyilagosság, maximális távolságtartással. És mégis lehet tudni azt, hogy maximális empátiát érezzünk a szereplőkkel. És teljesen kiborul a néző. Én is, meg te is emlékszem, hogy ki voltunk attól a filmtől. És ott is biztos, hogy ugyanezt a megfigyelést tettük, hogy ezt azért teszi a rendező, mert úgy érzi, hogy minden más az olcsóbbítaná, vagy visszaélne ezzel a drámával. És azt gondolom, hogy tehát azért megfigyeltük, és ez is a 80-es, 90-es évek derekán játszódik. És egy rendszerváltáson megyünk keresztül, ott egy ilyen válságállapotban lévő országban játszódik a film. Biztos, hogy van egy ilyen reflexe a filmeseknek, hogy egy ilyen kaotikus állapotban, egy ilyen válságos állapotban lévő világot, azt ilyen tárgyilagossággal szabad csak ábrázolni. Pont valakinek a kritikájában olvastam a párhuzamot, én nem sikerült még végignéznem, de van az Atlantics vagy Atlantique című film. Igen. És ebben az is hasonlóan tárgyilagos és hasonlóan kaotikus országban játszódó történetet dolgoz fel. Nem tudom, ez mennyire igaz. Valamennyire. Igen. Bizonyos szempontból igen, ugye abban azért a természet feletti, meg a misztikum az egy nagyobb szerepet játszik. Abból a szempontból így nehezebben felfejthető az a film, hogy így tényleg egyébként tényleg van hasonlóság, hogyha mondjuk azt nézzük, hogy így mennyi információt közöl az a film, és mennyit bíz a nézőnek a,
a képzeletére vagy munkájára, hogy így áttörje ezeket a rétegeket, tehát ebben is lehet hasonlóságokat találni. Mondom, abban az egy bizonyos szempontból egy misztikusabb, meg rejtélyesebb. Aha. Tehát nem ennyire földhöz ragadt és neorealista, de igen, egyébként úgy érteni vélem, hogy miért vetették fel ezt a párhuzamot. Uh-huh. Erről tudod még valaki, tudod, ki jutott még eszembe? No. A Tar Béla. Mert hogy nálam meg a témaválasztás sokszor ilyen kilátástalan és pessimista és borulátó és mit tudom én, és ő is szereti a hosszú snitteket, meg a távoli felvételeket, az ilyen túlsatokat, meg tömegfelvételeket, de nála meg szintén megjelenik egyfajta ilyen mágikus realizmus, vagy nem tudom, hogy néha ilyen elemelkedettek a jelenetei, mint például a tárc jelenet volt a... Igen, kározatnak a legvégén, igen. Ezek így ezek így elemelik valóban, meg nem az a fajta tárgyalagosság, amit itt kiemeltünk, de az, hogy ő is szereti az ilyen statikus felvételeket, a hosszan kitartó snittekkel, amikor jóval azután is még a jelenetben maradunk, hogy már megtörtént, ami miatt elkezdődött a jelenet, és hogy nézzük a szereplőknek az arcát és a reakcióit, és vágás nélkül látjuk ezeket a dialogusokat kibontakozni, és mindezt mondom az, hogy a Tar Bélának is egy ilyen borús világlátása van. Ezek szerintem összefüggenek, ezek a fajta rendezői döntések náluk is, meg a Hónál is. Igen. És az, hogy ki mennyire használ mondjuk szimbolizmust ezeknél a történeteknél, tehát azért a kárhozat az így rengeteg képi, nagyon erős képi szimbolikával dolgozott folyamatosan. De úgy redukálta le a valóságot ilyen nagyon minimális alkotó elemeire, hogy az gyakorlatilag minden képkocka, meg minden hosszú snit, meg minden eső az így önmagánál ezerszer többet jelentett, és tényleg ilyen apokaliptikus léptékeket öltött. A Szomorúság városában szinte ennél egy fokkal tényleg így közelebb marad az ábrázolt valósághoz a Hó. De ugyanakkor, ahogy te is kifejtetted, vagy említetted azt, hogy a szereplőknek a sorsa az mindig egy ilyen tágabb társadalmi folyamatot is képvisel a saját társadalmok mellett. És egy picit van is egy ilyen, hogy mondják ezt, de mindegyik képvisel is valamit ebben a kaotikus társadalmi helyzetben igazából. Igen. Egyrészt itt azt is szerintem kimerem jelenteni, hogy az, hogy itt van egy ilyen politikai, történelmi jelentőségi hatalomátvétel, az egy ilyen tumultuózus Tajvant eredményez, ahol így mindenki egyrészt még ott vannak a már még kivonuló japánok, meg ott vannak a már betörekvő kínaiak, meg persze azok a tajvaniak, akik meg akarják őrizni a saját hatalmukat, és ez egy ilyen tömeg nyomort eredmény, és akkor a filmben is egy csomó tömeg jelenet van, ami igen, mondom családi, meg ilyen mafiózó szinten, de ezt reprezentálja. De konkrétan maguk a szereplők is szerintem elhelyezhetők ebben a képletben valamilyen módon. Igen. És én szerintem meg igaza van Dave Kerr-nek, hogy a Tony Leung karaktere, a Wen Qing, az aki a tárgyilagos kívülmaradó, talán még objektívebb szemlélője az eseményeknek, mert ő dokumentálja ezt azzal, hogy fotós. Igen. Meg azzal, hogy néma is elveszíti a hallás és a beszéd képességét, azzal ő kénytelen kívül maradni ezen a koordináta rendszeren szerintem. Igen, és van ugye ez egyik ilyen híres jelenet a filmből, amikor vonaton elkezdik a katonák őt egrecíroztatni és fogadni, és akkor csak annyit tud így nyögni, hogy tajvani vagyok, meg nem is érti, nem is hallja, hogy mit akarnak tőle, de ez az, amit közölni akar mindenképpen, meg mindenáron. És aztán később pedig a kezdetben csak barátja, aztán menyasszonya és végül felesége, ez a japán lány, az ő testvére, aki ilyen szabadságharcos lesz, ilyen gerilla, aki így elmenekül a hegyekbe, és ott így oktat, meg harcol a függetlenségért, vagy a szabadságért, hogy van egy jelenet, amikor felkeresi őt, és csatlakozni akar ehhez a küzdelemhez, és visszautasítja őt a barátja, aki igazából a legjobb barátja,
Egyrészt azért, mert hogy tudja, hogy a testvére ő szerelmes ebbe a férfiba, és hogy nekik együtt kéne lenniük, de másrészt azzal is érvel, hogy ő nem tartozik közéjük. És most lehet, hogy ez csak arra érvényes, hogy egy süket néma embernek így sokkal veszélyesebb lenne ilyen hegyek között így bujdokolni, de hogy inkább valóban lehet benne egy olyan egyfajta ilyen tényleg kívülállósága ennek a szereplőnek, hogy ő mindig sokáig kívül marad az eseményeket, de pont igazából a film befejezése meg azt mutatja, hogy ő se tud kívül maradni, és így őt is ugyanúgy utol tudja érni a rendszer. Yeah. Az egyik, talán a kedvenc jelenetem az egész filmből, az így tök jó szimbolizálja azt, amit az előbb mondtál, ezt a megfigyelésedet, hogy így milyen tumultuózus ez a film, és hogy ő mennyire kívül van rajta. Hogy van egy nagyon hosszú snit, vagy talán két snit. Az egyik egy ilyen asztal körüli nagy családi vita, amikor talán külföldről is érkeznek vendégek és barátok, és akkor együtt egy ilyen nagyon aktív politikai vitát folytatnak le arról, hogy mostanában éppen hol tart, és a polgármester, és tehát egy ilyen hosszas vitát folytatnak, és ketten rekednek kívül ezen a beszélgetésen, így egymással szembe ülnek az asztal két pontján, így többen ülnek közöttük, az egyik a Tony Leung karakter, a másik pedig ez a Hinomi, aki majd a felesége lesz. Egyikük se csatlakozik be a párbeszédbe, ugye a Tony Leung azért, mert hogy ő csak így írásban tud kommunikálni, a Hinomi meg valószínűleg azért, mert hogy ő így japánként nem annyira tud, vagy nem annyira akar ebbe belefolyni, vagy nőként akár. És egyszer csak a jelenetben ők így elvonulnak külön egy lemezjátszóhoz, elkezdett lemezt lejátszani neki a Tony Leung, és ott elkezdenek beszélgetni erről a lemezről, meg a Tony Leung gyerekkoráról. Az tényleg a legjobb jelenet a filmnek. És az szuper jó, hogy a kamera is az elején még ezt a nagy tömeget veszi, ahol azt se tudjuk, hogy ki kicsoda, és úgy intellektuálisan értekelhet minket az, hogy miről beszélek, de úgy nem annyira tudunk talán belefolyni, és akkor utána eltávolodik, halljuk továbbra is, hogy ők beszélgetnek, meg italoznak, de erre a két szereplőre fókuszál a kamera, ugyanúgy lecövekel, de már azáltal, hogy csak ezt a két szereplőt mutatja, így alkot egy ilyen kis nem tudom, üvegbúrát vagy burkot ezen a társaságon belül, hogy igen, ők külön vannak, nekik van egy külön történetük, és most azt egy picit jobban megismerjük, és ez a megoldás nekem nagyon-nagyon tetszett. Nekem is, igen, tényleg, az tényleg szenzációs. De ott van is egy ilyen, hogy mit is azt hiszem, hogy nyugati zenét hallgatnak, szóval ők ebből a szempontból is így a kívülállók táborát erősítik egy picit. Olvastam egy interjú részletet a Howe-val, amikor arról beszél, hogy így ez a fajta ilyen elliptikus történetmesélés, amit már is sokszor emlegettünk az adás során, hogy miért szereti ezt, vagy miért alkalmazza ezt. És akkor egyrészt azt mondja, hogy neki az a fontos, hogy így a hiányt mutassa meg a képen belül. Tehát hiába tumultózusak egyes jelenetek, de hogy így mindig valami hiányzik onnan, vagy van valami üresség mondjuk egy nagy téren belül, vagy egy ajtón belül, amit ő így fókuszba akar emelni, mert hogy ezzel a nézőnek úgymond szövetségre kell lépnie az alkotóval, hogy így együttesen így kiegészítsék, és így teljessé tegyék a snitteket, vagy a felvételeket. És ő azt mondja, hogy ez egyfajta ilyen színek dohé is, ugye az az ilyen jelentésátvétel, amikor a rész az egészt jelenti. Igen, a színek dohé azt szerintem jellemző itt a szereplőknek is arra, hogy mit reprezentálnak, meg igen, tehát erről beszéltünk már, hogy a család és a gengszterek is így ilyen színek dohéként értelmezhetőek. Abszolút, igen, és hogy ő ezt abszolút szándékosan és direktben alkalmazza, és hogy ennek is ilyen kínai hagyományai vannak az ő elmesélése szerint. És azt mondja, hogy ez olyan, mint amikor egy kínai festő egy szilvafának az egyik virágját festi csak le, és nem kell az egész fát lefestenie, csak elég ezt az egy kis ágat és az egy kis levelet, mert hogy ez nem csak az ábrázolt tárgynak a nem tudom, szimbolikus megtestesítője, tehát hogy így teljességében így bemutatja, hanem azokat az érzéseket is tudja, azokat a benyomásokat is tudja tolmácsolni, amiket maga ez az egész fa lenne képes, hogyha a valóságban látnánk, és hogy az ember, a nézőnek a képzelő erejét indítja ez be, és hogy tényleg az a célja ezzel, hogy így egy ilyen aktív nézői részvételt
váltson ki, és a saját interpretációját így mindenki meg tudja hozni. Ami valóban, tehát egyrészt igen, tehát tényleg ennél a filmnél jó az, hogy így beindítja a mi képzeletünket, és munkára késztet minket, és hogy így együtt tudunk egy ilyen élményt létrehozni, de nálam azért mondjuk ennél a filmnél így bizonyos pontokon így akadályba is ütköztem, emiatt ezt azért bevallom. Tehát hogy nekem ez nem teljesen sikeres ez a fajta módszer. Én nagyon értem és tisztelem ezt a megközelítést. Én néha tényleg azért hiányoltam, hogy jobban megismerjem a szereplőket, hogy ne csak egy történelmi vagy társadalmi folyamatnak a megtestesüléseit lássam bennük, hanem ilyen apró emberi pillanatokból, mondjuk, mint ez a lemezjátszós, hogy ilyenből úgy többet is szívesen láttam volna, de elfogadom, hogy ez könnyen lett, hogy az én megközelítésemnek a hiányossága, és hogy megvannak ezek, lehet, hogy megvannak ezek a filmben, csak vagy én nem tudtam elérni őket. Nem ehhez vagyunk szokva szerintem, az biztos. Tehát nekünk így a hagyományosabb ilyen történetek, amik átfogó képet próbálnak nyújtani valamilyen társadalmi helyzetről, azok ilyen tablószerűek inkább, ahol minden szereplőnek megvan a konkrét szerepe, hogy kit ábrázol, mit ábrázol, mit reprezentál. Itt azért ezek egy réteggel még jobban el vannak vonatkoztatva szerintem, uh-huh. És nem is ilyen egyértelműek ezek a szerepek, hogy akkor a polgármester az minden reakciójában, minden viselkedésében megfeltethető a teljes tajvani politikának, vagy ilyesmi, hanem azért ilyen jóval kevesebb egyetvonással dolgozik annál a hau, hogy ezeket így ki lehessen jelenteni. Igen. És érdekes, hogy még a Tony Leung karaktere is, aki talán így a leg... nem tudom, hogy a legrokon szembesebbnek nevezik. De hogy azért ő a központi karakter a filmnek, hogy még nála is azért azt éreztem, hogy ő inkább egy szimbólum, így az ártatlanságnak a szimbóluma. Ennek a fajta ilyen nemzeti vagy társadalmi ártatlanságnak, amit könyörtelenül elpusztít az elnyomó diktatúra. És hogy így, még az ő figuráját is így sokkal elnagyoltabbnak éreztem, mint igazából bármelyik korábban taglalt Tony Leung karakter. Tehát, hogy nálam furam, hogy talán ez az alakítása tetszett a legkevésbé. Ezzel a legtöbb gondom, egy picit ilyen tényleg elnagyoltnak éreztem, túlzónak éreztem, valahogy pont azokat az árnyalatokat, amiket a Chungking Expressben, vagy tényleg akár a Hardboltban is megfigyeltünk tőle, tehát egy teljesen különböző kontextusban tudta megvalósítani. Itt valahogy, lehet, hogy pont azért, mert hogy minden annyira visszafogott és távolságtartó, itt az ő ilyen érzékenységét, azt így túl soknak éreztem. Kilógott, az biztos. Szerintem egyértelmű, hogy Ho az ő karakterével rokon szemezik a legjobban, és ez ennek is volt köszönhető, de hát lehet, hogy benne van, hogy akkor még azért jóval... Azért valamivel fiatalabb színész itt még a Leung, lehet, hogy nem annyira tapasztal, ezt nem tudom. Lehet, igen. Igen, az is lehet, hogyha nem beszélt tájvaniul, ki tudja, hogy hogyan tudott mondjuk a Ho-val is kommunikálni a forgatáson, tudod, hogy ez akkor azért megnehezíti a rendezői instruálást, és a Ho utólag maga is azt nyilatkozta, hogy tehát ő sem volt annyira elégedett a Tony Leungnak itt ezzel az alakításával, nem szerette. Értem. Milyen dolog még, hogy emlegetted az adás legelején, hogy azzal könnyű azonosulnunk, hogy mi is voltunk már hasonló történelmi helyzetben. Én szeretnék pár olyan dolgot kiemelni, amiket tényleg könnyű beazonosítanom magunknak is. Uh-huh. Az egyik, hogy azt hiszem pont ebben a családi vitában mondja az egyik szereplő, hogy a kínai kontinentális kormányzat az így egyből a saját rokonait ültetik be a bíróságokra. Uh-huh. Így jelentős pillantásokat vetek a mikrofonomra. És a másik, amikor meg az terül ki, hogy a kollaboráció miatt lecsúrnak egy családtagot, de aztán gyorsan menet közben átírják a kollaborációról szóló törvényt, és már érvényet veszíti a dolog. Igen. Tehát ilyen azonnali törvényátírások rendeleti úton meg ilyenek megtörténnek. Amit még érdekesen találtam mindenképpen, máshol aludok, de mindenképpen érdekesen találtam az erőszaknak az ábrázolása a filmben. Uh-huh.
Itt, amit emlegettél az imént, hogy ha úgy el arra, hogy a képeiből hiányozzék valami, és hogy valami direkt mindig ürességet meghagy bennük, ez szerintem az erőszak ábrázolására hatványozottan igaz. Uh-huh. Úgyhogy egyből felvillant bennem, mikor láttam azt, hogy a szereplők hogyan berekszenek, meg késelik meg egymást, meg ilyenek. Igen, igen. Van több olyan ilyen már akció jelenet, vagy ilyen berekedés, késelés, üldözés, amit nagyon távolról vesznek föl. Mind utca külsőben, mind a ház belsőben is. Igen. Más erőszaknál pedig néha csak azt látjuk, hogy valaki már így valakit véresen betámogatnak, és már utólag tudjuk meg, hogy őt összeverték. Igen, igen, igen. Szóval itt is ez a hiány az itt tökre tetten érhető szerintem ezáltal, hogy ilyen nagy ürességet teremt a képeiben is rohadt távolról. Érzéketlenül mindenféle akciót és izgalmat mellőzve ábrázolja ezeket. Én pont ezt ugye kifogásoltam a Chia Zhangke filmjénél. Igen, igen. Hogy az miért nem elég távolságtartó, és miért ilyen látványosak és izgalmasak benne az akciók. Na, valami ilyesmire gondoltam szerintem, hogy ezt így is lehet. Uh-huh. Nem állítom, hogy nincs ezek között valami középút még, ami a Zhangkének is kielégíti a zsáner vágyait. Nem tudom. De ugye, igen, tehát ez igen, a fajta. Jó, hogy említetted a bűnérintését is, mert hogy valóban ugyanarra a problémakörre mennyire különböző válaszokat adnak így rendezők maguk stílusával, és hogy mindegyiknek megvannak az előnyei, meg a hibái, vagy a csapdái is, amiket nehéz kikerülni. Tehát az egyiknél valóban az, hogy így ne legyen túlságosan exploitatív, vagy ne érezzük túl sok örömet az erőszak láttán, miközben az erőszak kritikájáról is van szó. Másik esetben meg, hogy a túlzott távolságtartás nem viszi annyira kívül a filmen, hogy már így tényleg csak egy ilyen, nem tudom, intellektuális gyakorlatként tudunk tekinteni rá, és nem egy emberi drámaként. Minden esetre hogy egy gyors és rövid verdiktet mondjak, okay. Az a Wikipédián az egyik bekezdés summázata, hogy a City of Sadness, vagyis a szomorúságvárosa, az anyagilag egyébként nagyon sikeres volt Tajvanban. Uh-huh. Viszont a kritikusok akkor nem annyira szerették, pont azért, mert valójában magát ezt a február 28-ai incidenst, amit az adás elején emlegettünk, ahol a hatalom átvevő kormányzat kivégzéseket hajtott végre. Uh-huh. Ez ugye csak érintőlegesen van ábrázolva a filmben, ezt kifogásolták. Azóta viszont azért így főleg a nemzetközi kritikai szintéren a film a tajvani új film, új hullámnak tulajdonképpen a legszignifikánsabb, legjelentősebb filmjévé emelkedett. Uh-huh. Úgyhogy a történelmi jelentősége, tehát magának úgy értem, hogy a történelmi kor, amit vászonra visz, ilyen szempontból a jelentősége a filmnek, meg hát a stílusa és az eszközei, amiket választ Ho, azok miatt mindenképpen egy egyedi és kiemelkedő darab, valóban nehéz befogadni, meg vitatható az, hogy az eszközei azok céljukba érnek-e. Egyetértek. Na, de úgyhogy így, most ha akkor már a jövőbe tekintve fogalmazok, szóval ha még van valami a filmről, amit mondanál, akkor még átadom a szót. Nincsen. Na, akkor hogyha így az évadunkban sikerül, így nem tudom, kettesével ugrálunk, hogy megnézzünk két közönségbarát filmet mindig, utána meg kettőt ilyen, ami az aktuál politikára reflektáló, ilyen realista darab, vagy nem tudom mi, akkor meséljünk arról, mit nézünk meg következő héten Tajvanból, András, és hogy ez melyik irányvonal fogja képviselni. Igen, a következő filmünk az a leghíresebb tajvani rendezőnek a szülőhazájában készített, ha jól nem hiszem, utolsó filmje, vagy legalábbis az a filmje, ami után ő nemzetközi ismertségre tett szert. Ez ugye Ang Lee, vagy Ang Lee. Uh-huh. Ő tényleg abszolút még a John Woo-nál is nagyobb sikerrel dobbantott Hollywoodba, illetve a angol szász filmvilágba, tehát Oscar-díjat nyert, uh-huh. Rengeteg műfajban ki tudta próbálni magát,
elterjesztette vagy népszerűsítette a wuxia műfaját is, hatalmas sikert aratva. Az a film, amiről mi fogunk beszélni, az még egy korai darab, tehát nem az amerikai vagy idegenje, vagy na, angol száz korszakából választottunk ki egy filmet. Igen, igen, pontos ez a fogalmazás, mert ugye a Jane Austen feldolgozása az inkább brit. Igen, igen, illetve ugye a... Ez már következő valóban, tehát igen, 95-ös az értelem és érzelem, és 94-es a film, amiről beszélünk. Uh-huh, igen, ez a Eat, Drink, Man, Woman, ugye ez a címe, magyarul pedig Étel, Ital, Férfi, Nő, tehát egy szimpla felsorolás, 1994-ből. Egy romantikus film, ugye? Részben romantikus, részben egy család történet. Hát igen, egy ilyen, az egy jóval könnyedebb hangvételű, ilyen nem is tragikomédia, mert nem igazán tragikus, de egy ilyen dramedy talán akkor ezt a... Dramedy. Na, hát akkor ez egy ilyen közönségbarátabb dolog. Ez jóval közönségbarátabb film lesz, és egyébként rengeteg párhuzamot fogunk majd találni abban a filmben is az ázsiai évadunk több darabjával ennyit előjáróban belebegtetek. Szuper. Úgyhogy ezzel a filmmel egyébként le is zárjuk rögtön ezt a tajvani kis mini blokkunkat, és utána majd leszünk újabb országokba, újabb vizekre. Engliét semmiképpen nem akartuk kihagyni ebből az évadból. És Anglivel, ha minden jó megy, akkor tudunk foglalkozni majd a Patreonunkon is egy picit. Uh-huh. Tehát, hogy belekukkantunk az amerikai, illetve angol száz filmográfiájába, meg amúgy is szeretnénk beszélni az ő egyedi pionírkodásáról, mint PMS alkotó. Igen. Már hallottátok ugye korábban, hogy kérdezgettük a Gemini Man-nek a felfővilágosítóját is a Ang Lee-ről, úgyhogy bennünket rohadtul érdekel ez a téma is, lehet, hogy erről is lesz némi szó majd a Patreonunkon, meglátjuk, hogy mire sikerül időt szakítanunk, de a patreon.com per Vagfolt podcast oldalon tudtok bennünket támogatni, hogyha tetszett a podcast, és ha kíváncsiak vagytok, hogy milyen exkluzív, extra tartalmakkal kecsértetünk benneteket még a rendes Vagfolton kívül. Uh-huh. Így van, ugye nem olyan régen a már emlegetett interjúd, az egy Roger Deakins operatőri munkásságával foglalkozó dupla résznek vagy dupla epizódnak a részét képezte. Így igaz. Most a héten hallhatott bennünket beszélgetni a Star Trek Picard sorozatról, egy ilyen egész évados kibeszélőt tartottunk, az már az egy dolláros támogatói csomagban is elérhető. Igen, úgyhogy elég sokféle adásformátumot követünk a Patreonban. Nagyon megköszönjük annak, aki megengedheti magának, hogy támogasson minket. Ezt tényleg nagyra értékeljük. Nagyra értékeljük. A többieket, hát mindenkit egyébként pedig várunk akkor vissza jövő héten az Étel, Ital, Férfi, Nő című filmmel, addig pedig megtartok minket a honlapunkon, vakfolpodcast.hu, ugye a Facebookon, ugye facebook.com/vakfolpodcast, fönn vagyunk a Letterboxdon is, ott külön-külön Frivo és Gains, illetve Twitteren is megtalálhattok minket ugyanezekkel a fedőnevekkel, illetve ott megvan a Vagfolt Podcastnek egy külön feedje is, és hát a podcastet meg természetesen mindenféle podcast szolgáltatón keresztül is elérhetitek, ahogy eddig is. Így, igaz, hallgassatok bennünket a kedvenc appotokkal, és akkor jövő héten találkozunk. Így van, addig is sziasztok! Sziasztok!